Na, hogy be kell adnom magamnak az injekciót. Gondoltam, azzal is telik az idő. Mikor elkészültem, egyszer csak hallottam, mintha jönne a lift és megállna, ami emeletünk volt. Amikor kirohattam az előszobába, lehetem, hogy rosszul hallottam. Akkor visszamentem a fürdőszobába. Az ájulás környékezett. Isteni csoda, hogy Zsors éppen akkor lépett be. Valóban csoda, kíváncsi voltam, alszol-e, vagy sem. Ez egy olyan anyag, ami ajándék minden benne játszó színésznek. Olyan szövevényes probléma halmazzal indul eleve a történet, ami hogy mondjam, gyönyörű feladat nekem is, és a színészeknek is, ezt kibontani, ezt élővé tenni. Igazán ez egy bohózati szerkezetbe burkolt tragédia, tehát hogy ugyanannyit röhögünk a képtelenségükön, a tehetetlenségükön, mint amennyire megdöbbentő, hogy ez hová vezethet. Ugye az alap problémája, vagy az alap konfliktusa ennek a darabnak az, hogy egy anya-fiú, hogy mondjam, a ragaszkodáson túl mondhatom azt, hogy egy szerelem, egy ödipuszi probléma, tehát innen indul, és aztán ez bonyolodik, amikor a fiú kilép egy első szerelembe, aztán kiderül, hogy az apa ugyanazzal a lányjal már megpróbálta az elrontott életét följavítani, és 5 perc alatt annyira összekuszálódik a lélektani alaphelyzet, hogy aztán kell másfél óra, hogy ezt kibogozzuk. Ez tulajdonképpen egy 21. századi probléma is lehetne, elég gyakran találkozni ilyen esetekkel. Ez megnehezítette, vagy megkönnyítette azt, hogy ezt színpadra rendezd? Persze, hogy az élő drámák, mint ez is, olyan problémákkal foglalkozik, bármikor íródott, amit mi ismerünk, ami megtörténhet ma is, és meg is történik. Tehát nagyon sok hivatkozást tudtunk hozni az ismereteinkből, amiket mi láttunk, amiket mi megtapasztaltunk. Ugye ezek olyan történetek, ami nélkül az ember nem tud élni, és folyton belebotlik. Már 5. alkalommal rendeztél itt a Móri Zsigmond Színházban. Mit vártál a társulattól, és azt az elvárást teljesítették-e? Ó, persze, hát nem voltak elvárásaim. Nagyon szeretem ezt a társulatot. Remek, élő, friss, rugalmas színészekről van szó, akik szeretnek újat csinálni, nagyon biztonságosan csinálják azt, amit nagyon jól tudnak, úgyhogy egy öröm volt megint csak. Kellemes, nyugodt és termékeny próba folyamaton vagyunk túl. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy itt olyan sötét van, mint egy kéményben. Meg is gyújtom a lámpát. Továbbá azzal, hogy amíg nem voltam itthon, a cirkuszkocsi társulat egy több ezer méter hosszúságú rémfilmet forgatott. Ha neki így jobb, kérlek, hagyjatok magunkra. Nagyon szíves. Természetes, hogy egy fiú, ha nyomja valami a szívét, az anyjának akarja meggyónni. Zsors, kérlek, menj dolgozni, Leoni, kérlek, is érd elő. Apám, néném, nem szabad rám haragudnotok. Nektek is mindent el fogok mondani. Majd szétvet a dolog! Csak nem valami súlyos dolog, Mik? Hát nem, igen, Isten is. Zsors, tőle tart egy kicsikét? Úgy van, a papától tartok egy kicsikét. Leoni néni meg mindig ironizál. Én viszont a barátja vagyok. Mit mondtam, Leoni? Ó, fogadd őszinte szerencse kívánataimat. Gyerünk, Zsors, semmi keresni valók a gyóntató széknél. Ha parancsolod, el is oldhatok. Zsors, rászóltál, hogy zavar a fény. Hát csillálj, a lámpája nem. Zsors! Fiam, beszédem van veled, ezt nem engedem el neked. Ott lesz a papa. Próbáltam a saját tapasztalataimból, meg eddig élethelyzetemből táplálkozni. Nehéz feladat színészileg. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak, mert hogy maga játékstílus elég filmes. Tehát amikor elindul maga a történet, akkor nagyon nincs is expozíció, tehát rögtön egy ilyen kaotikus állapotba, családtörténetbe fog kerülni a néző, ami már rögtön egy nagyon szenvedélyes és egy kicsit felrobbant világvége állapot.
A rendező azt mondta, hogy ez egy ajándék a színészeknek is, hogy ebben a darabban játszhatnak. Valóban ajándék volt ez számodra? Igen, igen, hát abszolút. Főleg, hogy bár nagy sikerű volt ugye a Jean-Marie-val az első, amit a Cocteau rendezett, maga az író, ami egy világsiker lett, és utána még a franciák számos feldolgozásban elkészítették a filmet, de például Magyarországon is volt Gábor Miklós főszereplésével egy nagyszerű film. Én ezeket nem néztem meg, igazából csak ugye mondtam, hogy ez ettől lett híres ez az előadás, vagy ez a történet. Nem akartam, hogy befolyásoljon, de igen, tehát, hogy nagyon nagy kihívás színészileg ezt a hiperérzékeny fiút eljátszani. Hallgatlak, még beszélj. Szofi, én nagyon boldog vagyok, de vártam, hogy biztos legyek a boldogságomban, mielőtt megosztom veled. Mert ha te nem érzed ugyanazt, amit én, akkor az én boldogságomnak is befellegzett. Érted? Nos hát, képzeld, a tanfolyamon összekerültem egy fiatal lányjal. Tudom, nem koldok át a tanfolyamon. Jaj, hadd mondjam végig. Átmenetileg kihagytam a rajztanfolyamot. A papa azt ígérte, hogy szerez egy titkári állást, ha megtanulom a gyors és gépírást. Összesen 3 órán voltam ott. Valami csoda folytán ott ismerkedtem meg egy lányjal, jobban mondva inkább fiatalasszonnyal, aki 3 évvel idősebb, mint én, és abból élt, hogy egy 50 éves öreg úr gondoskodott róla. Ez az öreg úr özvegyen maradt, tudnélik a lányának tekintette, a lányát is elvesztette, és a lánya nagyon hasonlított erre a lányra. Annyi bizonyos, hogy mindent elmondott nekem. Neked persze egy árva szót sem mertem szólni a dologról. Egészen addig, amíg ő el nem határozta, hogy szakít ezzel a szerencsétlen pofával, és tiszta helyzetet teremt, hogy rendezhesse az életét. Imád. És ugye nem csak hiperérzékeny, hanem egyéb más jellegzetes tulajdonságai is vannak még. Mik voltak a legfontosabbak, és amit a legnehezebben tudtál megvalósítani? Hát nagyon érdekes, hogy az előadásban, mármint az én, a Michelle-nek a történetében van egy nagyon furcsa Oedipus komplexus az anyukája felé, ami például egy nagyon nagy és nehéz feladat ezt hitelesen eljátszani és megvalósítani. Ez például nagyon nagy kihívás jelentett, de azt gondolom, hogy egy szerelmet is eljátszani, amiről szól a Michelle karaktere, meg igazából egy felnövés történet. Ezt is nagyon-nagyon-nagyon nehéz ábrázolni. Főleg tehát a hiperérzékenység, amit említettem, hogy nagyon nem, tehát hogy mondjam, nem, ő nem egy analizáló, gondolkodó fiú, hanem rögtön robban, vagy rögtön érez, vagy rögtön, ami a szívén, a száján. Mennyire lett tényleg olyan ez a darab, mint amilyennek te elképzelted? Nagyon érdekes, hogy ugye én szeretem mindig előre elolvasni a darabokat. Ez nagyon veszélyes tud lenni, mert a színészben is lesz egyfajta prekoncepció. De ilyenkor mindig próbálok teljesen nyitottan és tisztán beülni, mert hát nyilván az előadást a rendezőnek az esztétikája, mentalitása és koncepciója határozza meg, hogy milyen lesz. De ahogy én ezt a történetet elképzeltem, akkor, amikor olvastam, azt gondolom, hogyha ügyesek és jók vagyunk, akkor sikerül visszaadni. Élni akartalak! Nagyon kedves, de én nem szorulok kímélete, inkább te szerencsétlen, tökkelütött kisfiú! Belekerült egy idősen nő hálójába, aki Isten tudja hány éve te is tagadod! Haláltál másképp beszélnél! Isten őriz! Leoni néni, bátran kiadhatnál magad 30 éves Istenel is, te a nőkkel! Kezdek már veletek ismerkedni! Na, köszönöm a garombaságot! Hát nem érted, Sofi? Miért keresnél másut, amit már egyszer megtaláltam? Méghozzá úgy, hogy jobbat kívánni se lehet! Mégis csak furcsa volna, hogyha egy olyan asszonyhoz fordulnék, aki olyan idős, mint te! Sértege! Na, eleget okoskodok, kedves fiatal barátom! Lehet, hogy idősebb nőnek tudok, ez csak a látszat! Na, letöröm a szarvaidat! Amíg élek, fiam, nem veszek feleségül azt a piszkot! Rögtön van vissza! Az egy piszok! Van vissza! Piszok! Mama! Piszok! Nincs ma!
mama! Csak egy megcsízott öreg asszonynak! A kis sikoldat is föllámbázza a házat!